Na és akkor ugye kicsit elrendezem a dolgaimat. Erre rohadtul nincsen semmi szükségem jelenleg. Életem az jól van, szóval ennyi igazából. Fegyvertelenül szépen nekivágunk a dolgoknak, és ezzel én teljesen ki vagyok békülve, jó? De hát, hogyha azt csináljátok, amit mondok, akkor nagy valószínűséget ti is meg fogjátok úszni, hogy megrejjek meg. Oké. Ezt benéztem. Na ezért nem megyünk arra, jó? Megcsápoznak. Oké? Ezért nem megyünk arra. Igazából még mindig fányban vagyok, úgyhogy teljesen jó, de ez a... Sose csápoztak meg, mert az első rész tapasztalataiból tudtam, hogy mit kell csinálnom. Hogy ez hogy sikerült, most azt nem tudom. Na mindegy. Amint ugye első rész úgy értitek az Origi 1996-os, tehát ott is ugye pontosan ugyanez volt. Nem tudom miért történt ez így, na mindegy. Szóval most ugye nekem le kell mennem itt. Ez így van. Ez a puzzle meg igazából nem is mondanám puzzle-nek, tehát továbbra is igazából sima doboztologatást, amit ugye láttunk ugye az eredeti első részben is, ugye, ami Chrisnél is volt, pontosan ugyanaz. Alapvetően egyébként Chris és Jill kampánya itt sem különbözik, tehát nagyon minimális dolgokban, tehát nincsen ilyen AB küldetés. Annyi, hogy kivel találkozunk, ugye kivel beszélünk, vannak ugye plusz animációk, bizonyos tárgyak máshol vannak, ugye más fegyvert kap, de igazából ezzel körülbelül a különbségek ki is fújtak, illetve hát ugye Jill-nek néha segít Barry. Kap tőle cuccokat például, hasonlók, szóval ilyenek előfordulhatnak. Szerintem nem is mindegyik Barry-s animációt ilyen átvezetőt hoztam be, nem vagyok benne biztos. Ugye, de biztos vagyok benne, hogy nem mindegyiket, ugyanis attól függ, hogy mit csináltok. Például, hogy fönt vagy lent jöttök ki valahonnan, ugye attól függ, hogy Barryvel mit beszéltek, tehát hogy hol találkoztok, amikor odaadta nekem ugye azt a mi az Isten gránátokat. Vagy például nem mindegy, hogy segít vagy nem segít, ugye attól függ, hogy hova mentetek először. Szóval vannak ilyen apróságok. De alapvetően Barry egyébként rohadtul segítőkész. Úgyhogy azért mondom, hogy az a baj ezzel a játékkal, hogy simán el lehet vele tölteni egyébként egy 10-12-18 órát gond nélkül egyébként, ha először játszottok vele, és mondjuk főleg, hogyha ismeretlen mondjuk maga a műfaj, tehát hogy nagyjából hogy kéne kinézni ennek. Ja, ez a probléma. Viszont közben meg egyébként egy ilyen másfél-két óra alatt ezt le lehet nyomni, jó? Na ez izgi lesz. Ezt húrjam el. Jönnek a cápetik. Az a helyzet, hogy amíg középen haladok, addig nem szabad, hogy gond legyen, jó? Tehát amíg középen megyek, és nem ütközök falnak, addig jó vagyok. Mondom én, gyerünk, messze vagytok, forduljatok vissza. Hagyjál békén. Egy idő után megfordulnak, szóval ez pozitív. Tényleg erre az egyre kell figyelni, hogy ne menjünk neki, Isten verte. Azaz! Ne menjünk neki, Isten verte falnak, mert akkor lelassulunk, jó? Kész. Meg is oldottuk. Nagyon dráma volt itt. Illetve hát ugye fogok itt használni olyan dolgokat, amiket Chrisnél például nem. Jó? Apróságokat, de fogok. Úgyni. Szerencsére egyébként itt nem kell senkivel se lövöldözni, azért jöttem itt puszta kézzel, mert le lehet lőni a cápákat egyébként. Jó? Tehát abszolút le lehet lőni a cápákat. Oké, és igen. Leengedjük, persze, kivéve vagy nem. Miért kellett zombi cápa? A sima az nem volt elég veszélyes, de most tényleg, tehát mondja már nekem el valaki, a sima cápa nem lett volna elég egyébként, a sima cápákat pakolnak ide? Nem értem, de tényleg. Azt értem, hogy mit a zombik azok verőlegények helyett hatékonyabbak, de akkor is. Sima cápa, Origi, ennyi, bőven elég. Na, és ugye a puzzle pedig ennyi igazából, hogy ugye a biztonsági dolgokat felül kell írni, aztán meg kell próbálni ugye lehúzni ezt a biztonsági valamit, mivel az a probléma, hogy ugye nem sikerül, mert ugye az olajnyomás az szar. Na most nekem meg kell néznem itt az asztalnál, hogy mit kell csinálnom. Egyes számú, mindig a számot nézzétek, jó? Tehát itt van egy ilyen tekerentyű, és itt kell kiválasztani igazából, hogy a három közül melyiket fogjátok. Először is az egyest fogom, olajnyomás helyreáll szépen, mindent visszahúz, újra kezdjük az egészet.
Először is, igen, tehát akkor a... Igen, akkor a biztonsági mechanizmust elindítom, aztán utána lehúzom szépen a rolót. Erről van szó. Ugye nem szeretném, hogyha bejönne a víz, amit persze nem animáltak le, tehát hogyha 100%-ra fölmegy a kritikus szint, akkor onnantól kezdve csak így elsötétül a képernyő, you are dead! Ha mindegy. És akkor húzzuk le a WC-t. Úgy. Meg is volt, oké. Na most ugye van rá helyem, szóval én ki fogom szedni szépen. Odamész! Odamész! Erről van szó. Nézzük meg, hogy mi van benne, jó? Nézzük meg, hogy mi van benne. A dupla növény, akkor már össze is tudom kombinálni, ugye? Ez így van? Aha. Meg is van. Még egy. Jó, tehát ha valakinek szüksége van rá az utolsó bosszokon kívül, meg ugye nekem is volt, mert egy-kétszer sajnálatos módon elcsesztem, apróságok, jó? Tehát apróságok, nem kell itt mindig a tökéletességre törekedni. A jó, az elég jó, oké? Na most akkor nekem. Itt is van bent, aha, ja, ott is van némi shotgun lőszer, ezt ugye nem szedtem föl, Krisztel, csak említettem. Ott ugye helyhiány miatt nem foglalkoztam vele, tehát most, hogyha fölveszem a magnum lőszert is, gondoltam kezdve erre nem maradt helyem, visszafelé meg úgysem fogok jönni. Szóval... Neptunok egyébként, itt már igazából nem nagyon tudnak ártani nekünk, jó? Szóval szépen fogjuk magunkat és följövünk ide. Lehet egyébként itt arcoskodni is, de majd mindjárt elmondom, hogy mit. Persze, hogy életben van. Most le lehet menni egyébként ott, leugorni és elmenni mellette, de én azt a módszert ajánlom, hogyha biztosra akartok menni, azt max speedrunnereknek, hogy szépen betoljuk nekik a kenyértirítót és rákapcsoljuk a kakaót, jó? Ez a legbiztosabb, ez 100%-ig biztos. Nagyon sok hely van mögötte, egyébként innen nem látszik, olyan sok hely van mögötte. No. Hát azt csak így gyorsan megmutatom, hogy az is opció egyébként, hogy itt lejöttök, itt egy ilyen ívbe befuttok, ezt fölveszitek, ez mindenképpen kell, és itt lehet tovább menni szépen, jó? Tehát, de nem, bocsánat, így elfeküdt, akkor nem. De lényeg az, hogy arra fele lehet tovább menni egyébként, hogyha még mindig mozog. Bőven van hely, jó? Kockázatot vállalóknak, adrenalin junkiknak abszolút teljes mértékben ajánlom. Én szeretek cápát sütni, na. Most pedig megyünk vissza, ugye felszedtem a shotgun lőszert. Itt pedig lesz egy magnum, ha jól emlékszem, nem vagyok benne 100%-ig biztos. Erre még majd jövünk vissza. Aha, ja, erre még majd jövünk vissza úgyis. Megvan. Magnum lőszer egyébként mindenképpen van itt, szóval... Ja. Magnumot pedig eddig még nem használtam semmire, ami nagyon-nagyon pozitív. Jó, unlocked it, ez az. És most igazából kizárólag izékkel fogom megcsinálni ezt az egészet majd. Menjünk vissza. Ja, tehát elvileg nem is veszek föl. Valamhoz valamit, ugye meg kell ölnöm majd a... Növényt kell írtanom igazából, tehát jó, tehát van itt egy gaz, akit mindenképpen ki kéne nyírni. Ez van. Most a 002-es az megvan, ugye felszedtem a kulcsot. Ő ugye az. Szóval akkor... Nem, ide majd később, majd ha kell. Ezen az ajtón most akkor szépen be is fogok tudni menni. Köszönöm szépen, tökéletes. Most itt egy kis kitérő. Először. De első körben nem kell félni ezektől a zümiktől, jó? Tehát rendkívül kellemetlen, hogy itt vannak, de addig, amíg mozogtok, addig 99% hogy rohadtul nem fognak egyébként foglalkozni veletek, jó? Tehát innentek ez a könnyű dolgunk van. Be lehet lőni őket, de teljes mértékben fölöslegesnek tartom. Gyorsak, de én vagyok a gyorsabb. Öh, oké.
Itt pedig ugye eléggé trükkös egyébként, itt van a térkép, ez így van, elveszem, köszönöm, valamint jelzi, hogy van egy luk a falon. Ennyi. Ne nyomjatok több X-et, ne nyomjatok több X-et. Ha még egyszer megnyomjátok, akkor átjönnek a méhegységek, én inkább csak betolok nekik egy kicsit. Ez kicsit megtunkoltam őket, és innentől kezdve már kicsit boldogabbak vagyunk. Azaz. Helyet azt hagytam, tökéletes. Nem a 002-es, hanem a... Azt kell nekem, mennyi helyen van? 4 darab helyen van, tökéletes. Most mielőtt én még tovább mennék befelé, ezt nekem ki kell találnom. Van itt egy ilyen zár, igazából minden alkalommal 6, 5 és 3 a kombináció. Nem tudom, hogy melyik szám melyik. Azt mondja, hogy ha... Azt hiszem ez az 5-ös. Nem. 6. 5. 3 nem nyert. Azt mondja, nézzük azt, hogy 6-3-5. Igazából a kombinációs zár, túl sok lehetőség nincs, jó. 6-3-5 nem jött be. Akkor azt mondja, legyen mondjuk akkor az 5-6-5. 6-3. Az se nyert. 5-3-6. Biztos, hogy én fogom megszopatni magamat, és a 5-3-6 se nyert. Akkor 3-assal fog kezdődni. 3, 5, 6, akkor nem, 3, 6, 5 lesz a kód. Mondom én. Csak a végén sikerült, jó? Tehát igazából ez a 3 darab szám az, ami lehet. Mindegyikhez, hogy hozzá kell társítani egyet, nem egy bonyolult valami, igazából végig kell próbálgatni, hogyha nem működik, jó? Ennyi a történet. Na most itt viszont van nekünk ugye üres flaskánk, amiket ugye föl kell szedegetni. Igen, nem azt akartam felszedni, az üreset akartam, köszönöm szépen. Mélyre keverünk egy nagyon jót, oké? Ha minden igaz, akkor 3-mal meg fogom tudni oldani, elvileg 3-mal kéne. Jó, szóval akkor először is föltöltjük az egyiket vízzel. Oké, aztán a másikat föltöltjük. Alapvetően egyébként annyi a koncepció, hogy számok vannak rendelve ugye a dolgokhoz, összesen 20-at kell elérni, kombináljuk ezt. Kaptunk egy dilát. Na most, hogyha én ide jövök, akkor van itt egy... meg is van egy 6-os. Elvileg ez ugye... most ez egy 4-es, ez egy 6-os, az 10-es. Kaptunk is egy 10-est, ugye egy nagy narancssárgát. A következő ugye vízzel kell kevernem majd. Igen, köszönöm. Ezt. És akkor kapok belőle egy etet. Meg is van, ott van egy 17, és akkor most pedig ugye az meg 3-at ér, szóval gyakorlatilag fogom magamat ezt így még egyszer megtölt. Mondom, megtöltöm, faszom! Igen, összekombinálom, és akkor... V-Jolt! Avagy... na tehát igazából itt van ugye a puska. Tehát egy írja, hogy 1 plusz 3 az 4, 4 plusz 3 az 10. Mutatja a sorrendet, hogy mit kell igazából, jó? Úgyhogy nem egy nagy hakni. Itt meg igazából más már nincsen, üres üvegeket meg nem szállítunk magunkkal, szóval ennyi. Megyünk kifele. Mielőtt még ezt elfelejteném megcsinálni. Mielőtt még ezt elfelejteném. Gyerünk. Gyakorlatilag ugyanoda megyünk vissza, ahol az előbb is voltunk, egy kis különbséggel. Gyerünk. 002. Jövünk vissza ebbe a szobába, ugye, ahol voltunk. Most a V-Jolt az gyakorlatilag arra találták ki, hogy nem titok igazából, ugye nyilván láttátok a csápokat, ami elkapott. Van egy növény igazából, amelyik ugye nem szeret minket. Ki kéne nyírnunk.
és ugye bár ez lesz a leggyors. Jó, ugye most a csehz meg elfelejtettem, oké, körbe megyünk. Na, tehát ugye a... Ja, mert leengedtem a vizet. Szóval igazából ugye a növényt ezt ki kéne nyírni. Na most egy kriszel megoldottam, hogy lőttem minden hülye, amíg elfogyott mindenem az égvilágon. Nem jó módszer. A legjobb módszer az, amit Jill csinál. Krisznek kicsikét még dolgoznia kell az ügyön, de hát ugye Jillt meg kell menteni. Spoiler, szóval. Ja. Megyünk igazából most növény nyírtani, ennyi a lényege az egésznek. Újni, másik ajtón be. Ugye itt volt, itt jöttünk be ugye gyakorlatilag a cápáktól, ugye, amikor menekültünk előlük. Annyira rohadt nehéz volt először megtalálni ezt a szobát, hogy az olyan félelmetes. Majd mindjárt meglátjátok. Föl a létrán. Azaz. És aztán majd ugyanez vissza még egyszer. Azért szopatlak a készítők. Ugye itt vagyunk, viszont itt is van bakker egy szoba, jó? Tehát hogy ez látszik a térképen, hogyha valaki nézi a térképet, én nem szoktam nézni térképet. Persze. Das ist gaz, és akkor valahol itt el kéne lőnie. Ott is van. Eldobtam igazából menet közben az üvegeket, jó, tehát ennyi helyet is nyertem bele. Gyakorlatilag a gyökérzetét kinyírtuk ennek a növény valaminek, úgyhogy sokkal gyengébb lett. Sokkal-sokkal gyengébb lett. Ezt meg lehet csinálni egyébként nem csak Jill-el, de Chris-tel is, jó, tehát Rebekát, hogyha hozzuk magunkkal, arra nem fog tudni kijutni, hogyha erőlünk. Rebekát, hogyha hozzuk magunkkal, akkor igazából lehet vele méregkel verni. Én nem így csináltam legutóbb. Mert azt hittem, hogy öt rohadt lövés, még mindig nem tudok napirendre térni fölötte, hogy azt hittem, hogy öt rohadt lövésből meg lesz bakker ez az egész, hogy öt Isten verte lövésből, de most tényleg, na mindegy. Jó, az a növény az nagyon-nagyon szemét, ugye amikor be van csukva, akkor ugye nem lehet sebezni, amikor nyitva van, akkor lehet, és összesen öt darab magnum növés végez vele. Viszont én pont olyan erengét kaptam, pont olyan szögben sikerült megállnom, hogy abszolút nem láttam, hogy ő mit csinál, és közben belpazaroltam rá kétszer annyi lőszert. Ne csináljátok azt, mint én, jó? Majd mutatok mást. Ha mutatok mást igazából, tehát ez egy egészen más típusú végigjátszás, szóval nem tudom, nagyon arra szavaztatok egyébként, hogy ezzel ne foglalkozzunk többet, hogyha végeztünk, hanem legyen valami újdonság, szóval ki tudja, hogy mikor fogjuk következő alkalommal elővenni. Ki tudja? Nem tudjuk. Úgyni. Azért fegyvertelenül mászkálni bakker egy ilyen helyen, az azért kemény dió, nem? Ugye? Ugye? Azért nem unatkozunk vele. Na húzzunk kifelé innen, mielőtt valaki bejön. Nem tudom, hogy bejönne. Ennyiszer nem futkostam oda-vissza egyébként. Most azért többször jöttem, szerintem. Talán, nem tudom. Na most pedig ugye, ott már betoltam a cuccot, szóval innentől kezdve ezen az ajtón bemegyek. Megöltem a rovarokat, szóval van most már nekem egy másik kulcsom. Azt gyorsan felszedem. Lóti futi. Ő megszarul néz ki. Nagyon, tehát azért eléggé szépen érzékeltették, hogy ő egyébként így hát igen. Na, a filaxiás sokba halt meg. Nagyon jó dolog egyébként nyilván. Dobjuk is a Residence Key-t, köszönöm szépen. Itt vagy ugye egy szoba. Hogy ki volt az az állat, aki igazából egyetlen egy fürdőszobát tervezett az egész Isten verte házba, azt nem tudom. Na mindegy. Ez így van, köszönöm szépen, nem érdekel, hanem helyette, akkor most fogom ezt a puzzle-t megcsinálni, jó? Aki látta a Kriszt, az tudja, hogy tök egyszerű igazából, sorba kell rakni a leányzót igazából, kezdik az elsővel, nem kell arra koncentrálni, úristen, hogy mivel cserélek, sorba megyünk, jó? Megfogom a legbalt, és oda teszem, jó? Lábbal kezdődik, aztán folytatjuk tovább. Van nekem itt egy kis...
vádlim, azt hozzávágom, oké. Továbbra is megyünk tovább, és akkor a mocsoknak a térgyét is szépen oda tesszük. Igazából ezt tovább is lehetne folytatni, hogyha jobban össze lenne keverve, de ennyi. Gyakorlatilag készen vagyunk. Jó, nyitva is van az ajtó. Teljesen fasza. What the hell is this thing? Barry! Jill! I thought it was finished. Yeah. That was close. Thanks again. Don't mention it. But what was that? What the hell's going on in this place? Na, köszönjük szépen, Barry. Ezért mondom, hogy Jillnek sokkal könnyebb dolga van egyébként. Tehát, őt szeretik megmenteni. Ja, Keymaster. Most miért kapok trófeákat, arra fogalmam sincs egyébként. Tehát, hogy most azért, mert minden ajtót kinyitottam, eddig nem tudom, fogalmam sincs, ötletem, és utána kell néznem, hogy melyik mit jelent. Ingom sincsen. Tudok beszélni Barryval, vagy már elhúzott onnan? El is felejtettem. Nem tudom, hogy lehet-e külön rákattintani egyébként ilyenkor szereplőkre, lehet egyébként, hogy már itt sincsen. Tényleg ez a kilettem egy pillanatra, még elfutott. Ott a Barry, mondjad. Mondja. Barry. I think I'll stay here a little longer. De hogy csak ennyi, oké. Hát, hagyjuk dolgozni az embert, ez nagyon fontos. Ez így van. Na és akkor most jövünk ki itt a túloldalon. Ott van egyébként egy pisztolylőszer, hogyha valaki szeretné, jó? Tehát ott nyugodt szívvel, engem ez a része nem érdekel. Nu. Wesker! Jill, so you're safe. That's what I was going to say. I apologize. It was all I could do to protect myself against those strange creatures. I understand. Anyway, it's good that you're safe. Did you notice? Barry, you sounded a little flaky. Now that you mention it, yeah. I'll keep a close eye. Maybe it's quite natural under these circumstances. It's not really our standard operation. Jill, our first priority is to get out of here. I agree. There are still rooms in that mansion we can't get into because they're locked up. I've been looking for ways to... Okay, if there's anything, I'll go back to the other mansion. I'm counting on you. A mocskos kis szemét, mi? Azért milyen jó játsza. Milyen jó játsza. Imádom. Miért nem tudták egyébként az OG Veskert valahogy a filmekbe becsempészni, helyette csináltak egy ilyen izét, és nézzétek? Most itt futok el, jó? Valaki szóvá tette, hogy megszokásból a dobozokon megyek. Neztek, itt futkosok, jó? Itt futkosok. Ottan van, oké, tökéletes. Most kicsit akkor átrendezem a dolgaimat. És most viszont kell fegyver, jó? Most viszont kell fegyver. Nézzük csak, mire van szükségem. Azt mondja, hogy... Ő neki a helyére teszek egy... Nem... Ott is van, köszönöm szépen. Ő neki a helyére megy itt egy magnum. Itt ki fogom venni a krenket, ehelyett pedig kell egy... kell egyáltalán ezen gondolkodom? Azt mondja, grenade launcher, mansion key, az nem kell, fuel canteen, self-defense gun, persze, hogy kell, bakker, véletlenül se felejtsem el ezt a szart.
Véletlenül se felejtsem el. Oké, elvileg teljes mértékben jó vagyok. Akkor futunk tovább, jó? Na arra. Tehát az a helyzet, hogy van pazarolni való dolgom, szóval most pazarolok egy picikét. Nevezetesen ugye a... Mi az Istent? A... Magnum lőszert, jó? Tehát van. Annyira remélem, hogy egyetlen egy istenverte kígyó sem fog elkapni. Nagyon remélem, Baker, nagyon remélem, gyűlölöm. Kutyákat szerencsére likvidáltam, szóval azoktól nem kell tartani. Ja. This is Jill. Does anybody hear me? I hear you, Brad. Over. Stars Alpha Team. Bravo Team. Doesn't matter. Respond. I repeat, this is Brad. Brad? Brad. This is Brad. If you can't answer me, somehow give me a sign. Jill to Brad. Can you hear me? Brad. Brad! Shit. It's broken. Beszorgi Brad az bejelentkezett ugye ismételten. Hát kellemetlen lehet számára, egyébként itt hagyta a haverjait. Bajtársait, az kicsikét több. Nyilván ez egy kellemetlen dolog, jó? Tehát ez egy gusztustalan dolog. Ez van. Te vasz, kutyi! Ne! Hú, bakker, megakadtam ott a rohadt falba. Na, itt ezt a részt, ezt gyűlölöm, nagyon-nagyon necces egyébként, hogy harapnak el kígyók vagy sem. Biztos, hogy harapnak 100%, jó? Itt még jó vagyok. Itt jó vagyok, oké. Bazd meg! Nagyobb íbe kellett volna, na mindegy. Mindig az a sarkon kapel, ott kellett volna hozzáhúzódnom ehhez a falhoz, ahol a létre is van. A rohadt életbe. Majdnem bejött. Mindig van valami... De minek vettem magam, az egyébként a kurdvitarra fogalmas nincs. Ezt vettem föl? Ja. Azt nem tudom. Azt abszolút nem tudom, na mindegy. Olyan csend van, olyan megnyugtató egyébként, hogyha... Na, azt nem hagyjuk itt, majdnem itt hagytam. Olyan megnyugtató ez az egész egyébként, amikor itt vagyunk, ugye, és hallgatjuk a csendet, a nyugalmat. Nem mondod be az meg, hogy a kígyó megtépett. Hát az anyádat azt. Betoljok, komolyan mondom, de tényleg. Ez milyen mutatvány már? De komolyan, milyen mutatvány ez már? Ja. Oké, és persze, hogy battery pack-hoz kell nekem, jó? Mindent elrakunk, mindent is elrakunk, oké. Ezt is elrakjuk, igen, természetesen, meg ezt is elrakjuk, jó? Megvan, köszike. Tovább. Mennyi. Jönnek a meglepetések, gyerekek, jönnek a meglepetések. Imádom! Na, futunk, jó? Ennyi futunk. Gyorsan megtisztítom a terepet. Igazából meg is hal rögtön, jó? Tehát self-defense gun az valamiért ilyen rohadtul erős, nem tudom miért. Mi az anyád? Egy magnum kikéne, hogy nyivassza. Mi az Isten történt itt? Ez fura volt. Ez nagyon fura volt, na mindegy. Ez nagyon fura volt. Ez van. Oké, szóval akkor most egy kicsikét terep rendezünk ismételten. Erre nincsen szükségem. Valamint a ez a gun se kell. Ezt most eltesszük magunkhoz. A magnumot azt majd jóval később. A
kurblit, azt majd visszafelé fölveszem. Ez se kell, ez se kell. Kell viszont helyette nekem majd a... hol a francba van? Nézzük csak. Nem fuel canteen, nem. Grenade launcher, acid rounds-al, az kell nekem. Gyorsan akkor összekombájnoljuk. Tökéletes. És akkor... Jó. Tudjátok, mi következik.